A téma az egy nagyobb témának egy résztémára lecsupaszított esemény sorozata. Az 1867-es kiegyezésből, ott talán az iskolából még egy-két embernek rémlik, hogy ott Deák Ferenc, Ferenc József, közösségek, delegáció, ilyesmi. És azt igyekszem az előadásokban végigvezetni, hogy a magyar politikai elitet, illetve Ferenc Józsefet, tehát a magyar politikai elitet egyik oldalról, és Ferenc Józsefet, illetve a bécsi udvart másik oldalról, mi vezette oda, hogy egymással kompromisszumot kötve tető alá hozzák a kiegyezést. Igazából az esemény sort a végével kezdem, és akkor majd ide fogunk kiukadni újra az előadás végére, mert azért tényleg a kiegyezés talán picit közismertebb valami. Ugye 1867 tavaszán Magyarországra 1849 óta tartó ilyen labilis államjogi viszonyát végül is sikeresen rendezte elsősorban Ferenc Józseffel, aki addig csak de facto volt magyar király, de az 1867. június 8-i koronázása, ami egyben ezt a kiegyezési folyamatot ugye betetőzte, feltette az íre, a pontot, a koronázás, innentől kezdve már ugye de jure is magyar király volt, és megszületett a kiegyezési törvény, hogy magyar királyként szentesíteni tudta már a kiegyezési törvény, amely megállapította, hogy ugye egyrésztről a magyar korona országai, másrésztről lehetősítve mondjuk itt, hogy Ausztria, két önálló állam, saját törvényhozással, saját kormánnyal, de vannak közös ügyeik, amelyek összekapcsolják őket. Ez, tehát a közös ügyekből a közvélekedéssel ellentétben kettő közös ügy volt, ez törvényszakon ugye legalábbis régen szigorlati buktató témakör volt, mert nem három közös ügy volt, hadügy, külügy, pénzügy, nem. Kettő közös ügy volt, a külügy, meg a hadügy. A pénz, az ügy az annyiban volt közös, amennyiben a közös ügyeknek a költségvetését kellett ugye valamilyen módon finanszírozni, de volt egy magyar pénzügyminiszter, meg egy osztrák pénzügyminiszter is, mindkét állam az adóbevételei fölött saját maga rendelkezett, és valóban volt egy közös pénzügyminiszter, de a közös pénzügyminiszter csak azokkal az összegekkel, úgymond sáfárkodhatott, amelyeket a magyar és az osztrák pénzügyminiszter a rendelkezésére bocsátottak, hogy abból a közös hadsereget, hogy a közös külügyet, diplomáciai képviseleteket, stb. Fizesse. Ugye tudjuk, hogy ennek a folyamatnak magyar részéről az emblematikus figurája Deák Ferenc, míg a 19. század mondjuk hát Széchenyi és Deák mellett velük egyenrangban a harmadik legnépszerűbb, legnagyobb formátumú politikusa, az ekkor már emigrációban élő Kossuth Lajos élesen támadta ezt a dualista rendszert, de a híres Kasszandra levelében azt fogalmazta meg, hogy ezzel Magyarország feladja az állami létnek két nagyon fontos elemét, ugye a hadsereget és ugye a külpolitikát, hogy ha majd a Habsburg Birodalom ugye elbukik, akkor Magyarországot is maga alá fogja temetni. Nyilván azért szokták ezt a Kasszandra levelet mindig hangsúlyozni, mert ugye a történelem azt igazolta végül is, hogy Kossuthnak lett igaza, de azt hozzá kell tenni, hogy ezt azért 1867-ben sem Deák, sem Kossuth, senki sem láthatta előre, hogy mi fog történni 1918-ban. Kossuth egyébként ezt az összeomlás ezt olyan pár éven belül lejósolta. Tehát, hogy olyan 70-es évek közepére már biztosan szét fog robbanni a monarchia és maga temeti Magyarországot. No, tehát ez 1867, ide fogunk kiukadni. A kérdésünk az az, hogy mi vezette egyrészt a magyar politikai elitet, hogy azt a Ferenc Józsefet, 1849-ben ugye egyrészt az Aradon kivégeztette a tábornokokat, és olyan 4-500 halálos ítéletet hajtottak még végre a 48-49-es forradalmak retorziójaként. De végeztette a magyarokat arra, hogy ezt a Ferenc József fel ugye kibéküljenek. Ugye Ferenc József is ezt a kérdést, ezt Andrássy Gyula miniszterelnöknek tette fel a koronázás utáni estén, hogy ez rendben van, most ez nagyon szép ünnepély volt, de vajon tudnak-e mások is úgy felejteni, mint én? És hát azért Ferenc Józsefnek is el kellett ütnia abból a kiinduló pontból, hogy egy Isten kegyelméből uralkodó abszolút király, egy abszolút fejedelem, hogy mégis olyan 19 évig tartott neki, mire felfogta, hogy a népei ellenében
nem tud uralkodni, valamiféle alkotmányosságot kell biztosítani, és valamilyen módusz vivendire kell jutnia Magyarországgal. No, tehát kivezetett ide. A történet, hogy nagyobb visszaugrással kezdenék, ugyanis a fő probléma az az volt, hogy amikor a 19. századba érkeztünk, 18-19. Század fordulójára, akkor a nemzeti ébredési mozgalmak úgymond elkezdődtek, tehát amikor a magyarok egyre inkább úgy gondolkodtak magukról, hogy magyarok vagyunk, és ezzel egy kicsit fáziskéséssel ugyan, de mégis ezekkel a nemzeti ébredési folyamatokkal párhuzamosan magyarországi nemzetiségek is úgymond öntudatra ébredtek, és már ugye egy egyszerű ember életében nem az volt az elsődleges kérdés, hogy én mondjuk a Batthyány grófnak a jobbágya vagyok, az a másik falusi, meg az Esterházi hercegnek a jobbágya, hanem hogy én mondjuk magyar vagyok, a másik faluban meg már szlovákban. Ezt a nemzeti ébredési mozgalmat, illetve a nemzetállamok megteremtésének az évszázadában Magyarország elég kedvezőtlen erőviszonyokkal kellett, hogy nekivágjon, ugyanis a századfordulóra, hát itt azért alapvetően csak esésekkel kell dolgoznunk, de olyan 35%-ra tehető az ország lakosságából a magyarság aránya. Tehát hogy az abszolút többséget sem sikerült elérni, és a nemzetiségi probléma már a reformkorban jelentkezett. Tehát ahogy Kossuth Lajosék, Batthyány Lajosék, meg Eötvös Józsefék, Szalai Lászlóék, ugye a magyar reformellenzék úgymond kvázi minden inkább magyar nemzetállammá igyekezett teremteni Magyarországot, ugyanúgy ezzel a folyamattal nemzetiségek szemben álltak. Tehát egyrészt gratuláltak a magyaroknak, hogy ez nagyon jó, király, de azokat a jogokat, amiket a magyarok kivívtak maguknak Bécssel szemben, tehát például mondjuk azt, hogy a magyar nyelvet fokozatosan sikerült államnyelvé tenni, egy több mint majdnem 15 éves küzdelemmel 1844-től Magyarországon a magyar volt a hivatalos nyelv, a korábbi latinnal szemben. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a nemzetiségek is azt követelték, hogy az általuk lakott vármegyékben ők is mondjuk legalább adminisztratív szinten a saját nyelvüket használhassák. És a magyar állam ezt, mint a magyar nemzeti felfogást így kikezdték. Miután, mint említettem, hogy a nagyon kedvezőtlen volt nemzetiségi arány a magyarok szempontjából, a magyar politikai elit úgymond leegyszerűsítve a francia nemzet fogalmat, avagy hogy az állam nemzet fogalmát használta. Ugye ezzel szemben volt a német nemzet fogalom. Németország ekkoriban ugye nagyon sok apró államból állt, nem volt egy egységes német állam, ezért számukra úgymond a kultúrnemzet fogalma volt fontos, tehát az a német, aki németül beszél, német kultúrája, és tök mindegy, hogy milyen országban lakik. Magyarországon ezzel szemben azért a francia nemzet fogalmat választották, mert az államnemzeti koncepcióban az volt benne, hogy aki az adott ország területén lakik, az mindenki ugyanaz a nemzethez tartozik. Tehát magyar felfogás szerint Magyarországon csak egyetlen nemzet létezik, a magyar, és vannak persze ennek olyan nemzetnek olyan tagjai, akik más anyanyelvűek, más nyelvet beszélnek, de politikai tekintetben csak a magyar nemzet létezik. Egyedül Horvátország, a horvát nemzet létét nem vitatták el, mert ugye Horvátország a történelem során mindig egy önálló, csak létező entitás volt. Horvátországot középkorban, hát ugye a magyar felfogás szerint megkódították, a horvát felfogás szerint csatlakoztak. Magyarországhoz, tehát a náció Hungarika mellett volt, hogy a náció Kroatika, de például a románok, a szerbek, a szlovákok és a ruszinok kollektív nemzeti létét a magyar nemzetfogalom nem ismerte el, vagy hát nem illett bele a képbe, míg ők ezt a magyar államfelfogást így végig támadták. És ez magában hordozta azt, hogy 1848-ban itt súlyos, tehát ez bele volt kódolva, hogy a forradalom során itt bizonyos súlyos konfliktusok lesznek a nemzetiségiekkel. Ugyanis 1848-49-ben a honvéd, a magyar honvéd seregeknek nem csak az osztrákokkal, illetve később az oroszokkal kellett harcolni, hanem a Batthyány kormány, illetve majd később a Szemere kormány, szóval a magyar forradalom hadseregének
olyan 20-25%-a állandó jelleggel olyan hadszíntereken volt lekötve, ahol a nemzetiségekkel kellett harcolni. Egy elsősorban ugye a délvidéki szerb felkelés jelentett jelentős problémát, amelyeket ugye egyrészt a Bécsi udvar, valamint Szerbia, akkor a félig autonóm Szerbia szerb fegyveremség is támogatott, illetve Erdélyben a románok volt olyan véres konfliktus. Az fontos hangsúlyozni, hogy az erdélyi románokkal, ugye Erdélyt ezt a török kiűzése utántól külön tartományként kormányozták a Habsburgok, és ugye a románok azok nagy számban éltek, mint a Pártiumban, de magyarországi részen is, de velük nem igazán volt probléma, és a szlovák nemzeti mozgalommal sem, tehát igazából a magyarországi románok és a magyarországi szlovákok a forradalom alatt végig fizették az adót, kiállították a rájuk szabott katonaságot. A fő probléma az a szerbekkel és az erdélyi románokkal volt, illetve hát ugye a horvátok, akik 1548-ban szintén gratuláltak hozzá, hogy Magyarország Bécsel szemben folyállami jogokat vívott ki maguknak, de 1848. március 23-án, tehát a pesti forradalom után picivel több mint egy héttel, a zágrábi szálló is Horvátországot önálló állammá nyilvánította, amely Magyarországon teljesen egyenrangú államként csatlakozik a birodalomban. Ugye ezt a magyar, a Batthyány kormány nem fogadta el, ezért Jelasics bán, hogy a horvát seregekkel, hogyha megtámadta a Batthyány kormányt. Ezt ugye szintén kicsit ismertem, hogy a Jelasics támadása, de ez volt ennek a kiinduló oka, hogy Magyarország és Horvátország között is államjogi feszültség állott be. Ugye különösen az erdélyi románok és a magyarok polgárháborúja volt nagyon véres, tehát ott 20. századi szemben nézve is nagyon istenlen események történtek. Védtelen, tehát a román részt, hogy Abraham Jankú vezette felkelők is védtelen falvakat és városokat mészároltak le nőkkel, gyerekekkel. Tehát ugye a magyar áldozatok számát olyan 7000-8000-re lehet tenni azokat a civil áldozatok számát, akiket a románok, román felkelők egyszerűen lemészároltak. Ennek azért voltak megtorló akciói is, már utána a magyar reguláris csapatok részéről, de nem ért el ezt a 7-8000 számot, ha mindegyben most nem megyek be részletesen, mert igazából az a lényeg, hogy jelentős probléma volt 48-49-ben is, hogy a magyarországi nemzetiségek közül két erős nemzet, a szerb és a román nem támogatta a magyar függetlenségi törekvéseket, sőt nemhogy nem támogatta, hanem ellenük is harcolni kellett. Azért végig igyekezett a magyar kormány egyfajta megegyezést kötni ezekkel a nemzetiségekkel. Ez a szerbek esetében nagyon hamar látszott, hogy erre nincs esély. A románsággal viszont végül is a forradalom végóráira, 1949. júliusára sikerült egyfajta egy megbékélési tervezetet aláírni. A magyarországi románok, illetve a havasalföldi, tehát a két havasalföldi román fejedelemségben is ugye ekkor forradalom zajlott török uralom ellen, ők felajánlkoztak arra, hogy közvetítsenek az erdélyi románok és a magyarok között, és így július 14-ére sikerült aláírni egy megbékélési tervezetet, és ez a megbékélési tervezet lett az alapja a Magyar Nemzetgyűlés által 1849. július 28-án Szegeden elfogadott törvény erejű határozatnak. Ugye gondoljuk abban, hogy augusztus 13-án már a fegyverletétel van, tehát ez tényleg a forradalomnak a végórái, és azért nem lett ebből törvény, mert a nemzetgyűlésnek, ekkor már ugye Szegedre menekült a nemzetgyűlés, mert Szegedről is igazából menekülni kellett tovább, és nem volt idő arra, hogy ezt rendes törvényként retárgyalják, viszont a törvényjavaslatot már, tehát a törvényjavaslati fázison már azért keresztül ment, ezért végül is Kossuth Lajos, mint kormányzó, és Szemere Bertalan miniszterelnök, ezt gyorsan aláírták és kihirdették. Viszont tényleg jogi értelemben nem beszéltünk törvényről, ez egy törvényerejű határozat, mondjuk így. Ezt leegyszerűsítve szoktuk az 1849. évi nemzetiségi törvénynek nevezni.
amely, mint mondtam, a román-magyar megbékélési tervezet pontjain alapul. Ugye a területi autonómiát, amit a magyarországi nemzetiségek leginkább szerettek volna, azt nem biztosított számukra ez a tervezet, pontosabban ez a határozat, ahogy ők fogalmaznak a magyar birodalomban, tehát ugye ezt a kifejezést használta, de elismeri azt, hogy a magyaron kívül is léteznek ebben az országban nemzetek, és lefekteti, elismeri azt, hogy nekik joguk van a szabad nemzeti fejlődésre, az egyházi életükben, hogy azért fontos, mert a nemzetiségek az alapvetően sokszor egyházakhoz is köthetőek. Például a szerbek azok ugye ortodoxok, mint ugye az ortodoxok között magyarok nem igazán voltak. Románok ugye egyharmad, kétharmad részben görögkatolikusok és ortodoxok, ott ugye szintén nem nagyon voltak magyarok. Tehát ezeket egyfajta ilyen nemzeti egyházaknak is tekinthetjük. Tehát az egyházi nyelvhasználatukban a nemzetiségek, tehát a nemzetiségi többségű községeken, vagy törvényhatóságokban, azaz vármegyékben is használhatták a nemzetiségi nyelvüket hivatalos nyelvként, ugye az autonóm ügykörökre, illetve a bíróságoknál is, polgári peres eljárásokban is mindenki a saját anyanyelvét használhatta volna. Na hát, azért mondom, hogy volna, mert látjuk, hogy ez a forradalomnak a végórái, tehát igazából gyakorlati hatás ennek a tervezetnek már nem volt, de mindenképpen azért akarták kihirdetni szem eléjék, hogy a külvilág felé is mutassuk, hogy azért itt mégiscsak volt egyfajta megegyezés, erre a megegyezésre való törekvés, és hogy esetleg ez a tervezet majd később, ha újraindulna a forradalom, akkor egyfajta kiindulási pontként szolgálhat majd a megegyezésekhez, vagy az alkú folyamathoz a nemzetiségekkel. Ugye 1849 azért egy nagyon markáns fordulópont. 49-ben azért mindenki el kellett gondolkodni a hogyan tovább kérdésen. Egyrészt a Habsburg birodalomnak is, tehát az összbirodalomnak, hiszen tényleg a Habsburgok több mint 300 éves uralmát 1848-49-ben tényleg kis ilyen elsöpört a forradalmi hullám, és ugye tudjuk, hogy csak orosz segítséggel, hát azért elég megalázó dolog egyik császárnak a másik előtt megalázkodni, tehát orosz segítséggel sikerült csak helyreállítani a rendet a birodalomban Ferenc Józsefnek. Ez mindenképpen felvetette a hogyan tovább kérdést. Ugye Európa nemzetiségi szempontból leginkább tarka államáról beszélünk, akkor 1850-51-ben népszámlálást tartottak az egész Habsburg birodalomban. Ugye ebből látható, hogy olyan 10-11 nagyobb nemzet lakta, az attól függ, hogy a zsidókat ugye külön nemzetnek számítjuk el, 10-11 nemzet lakta a Habsburg birodalmat, és ugye most lebontva látható több része is, ugye egyrészt Magyarországra, aztán Ausztriára, illetve összesítve, ugye látható, hogy nem csak Magyarország szempontjából, hanem az osztrák-németek szempontjából sem túl kedvező a kép, tehát annak a nemzetnek, amelyeknek ugye meg kéne határozni az egész birodalomnak az arculatát, az osztrák-németeknek, szóval mindössze a lakosság egynegyedét teszik ki. Mivel a népszámláláson ugye egybe számolták a szlovákokat és a cseheket, ezért így ugye a magyar csak a harmadik legnagyobb etnikum lett, de hát ez ugye most nincs olyan statisztika adatunk, hogy ezt most akkor felosszuk ezt a szlovák-cseh egybeszámlálást. Tehát itt ugye tehát látjuk, hogy nagyon, nagyon tarka etnikai szempontból. Ugye, hogyha Magyarországon is levetítjük, akkor ugye azt látjuk, hogy valóban a magyar korona országaiban is a magyarság olyan 36,5%-ot tett ki. Ugye mindezt térképen ábrázolva, ugye még kicsit kedvezőtlenebb, ugye ezt a nézszámlák adatai térképre vitték. Ugye érdekes, hogy egy színnel jelölték egyébként a horvátokat és a szerbeket is, szóval a szlovéneket már nem, és lehet ugye a cseheket és a szlovákokat. Ugye a magyarok szempontjában valóban azért kedvezőtlen, mert látszik, hogy nagyon összefüggő nemzetiségi területek alakultak már ki, ugye a székelyföldi magyarság, illetve az anyaország között egy nagyon masszív román többségű terület alakult ki, és ugye a magyar híd, úgymond, az eltűnt, amelyet ugye Észak-Erdélyen keresztül ugye összekötötte volna. Na mindegy, tehát
igazából ugye az volt a fő kérdés osztrák részéről, hogy a birodalom vezetésének a részéről, hogy hogyan lehet egyben tartani a nemzetiségek évszázadában egy ilyen sok nemzetiségű birodalmat, amelyen történelem évszázadai során összetákolt igazából tartományok halmaza. Tehát azért nem kell olyan nagyon nagy fantázia ahhoz, hogy belássuk, hogy mondjuk egy milánói olasz polgár, meg egy bukovinai ruszin paraszt, olyan nagyon, tehát között olyan sok közös nincs, azt leszámítva, hogy ugyanaz az uralkodójuk, tehát ugye mindannyian a hazabirodalomhoz tartoznak. Tehát ezt a birodalmat hogy a bánatban lehet egybe tartani, erre születtek alternatívák, és tulajdonképpen 1849-től 1867-ig a kiegyezésig azt láthatjuk, hogy Bécsi részéről egyfajta ilyen kísérletezési hullám. Tehát tényleg mindenem megpróbálkoztak. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy egy ilyen széthúzó birodalmat csak erős centralizációval lehet egyben tartani. Azonban a centralizáció is voltak, akik alkotmányossággal megítették volna, ezek értelemszerűen az osztrák-német politikusok, akik hát nyilván egy centralizált osztrák-németek által uralt birodalmat szerettek volna, de egy alkotmányos birodalmat, amelyben nem egy fejedelmi abszolutizmus működik, hanem úgymond az osztrák-német polgárság akarata érvényesül. Ezt a verziót működtették mondjuk 1850-51 fordulójáig, ugye eddig érvényben volt az olmüci alkotmány. Ez az olmüci alkotmány, ez Magyarország számára ilyen szitok szó, mert ugye tudjuk, hogy végül is ez eredményezte majd Debrecenben a trónfosztást. Ez a 49. március 2-án, vagy 4-én azt hiszem, Olmützben kiadott alkotmánytervezet, hogy az egész birodalmat koronatartományokká szervezte volna, és megszüntette volna Magyarország függetlenségét. De magyar szempontból elfogadhatatlan, de attól főleg, hogy ez egy alkotmány, ami törvényhozó testületet határoz meg, kormányt határoz meg, és megszabja, hogy mihez van joga az uralkodónak. Tehát ez egy alkotmányos rendszer, viszont 1851-ben Ferenc József kiadja a szilveszteri pátást, 51-52 fordulóján, és ebben a szilveszteri pátásban kinyilvánítja, hogy saját magához veszi a törvényhozói és a végrehajtó hatalmat is, és innentől kezdve a centralizáció abszolutisztikus formáját éljük, hogy a Magyarországon ezt neoabszolutizmusnak nevezzük. Ez a rendszer elfelejtsző, hogy kitartóan próbálkozott, hát értelemszerűen ez a dinasztiának és a birodalom katonai vezetőinek volt a koncepciója, hogy ezzel az abszolutisztikus centralizációval egyben lehet tartani a birodalmat. Aztán bizonyosodott, hogy nem, mert ugye a magyarok, tehát egyértelmű volt, hogy a magyarokkal ebben a neabszolutista rendszerben nem lehet semmiféle kiegyezést létrehozni, és hát azért a magyar korona országainak együttműködése nélkül nem lehet sikeresen működtetni ezt a birodalmat. Ez az 1859-es vereségek, amikor Észak-Itáliában a Habsburg birodalom vereséget szenvedett a francia és az olasz egyesült erőktől, és 1860-ban megalakult az olasz királyság, és Ausztria az észak-olasz területeit 1859-ben Lombardiát, majd 1866-ban Velencét is elvesztette, egyébként a két leggazdagabb tartomány. Tehát ezek a vereségek bebizonyították, hogy nem igazán működőképes ez az abszolutizmus, mert a dinasztián kívül igazából senki nem szimpatizál ezzel. Akkor mondták, hogy jó, hát akkor ejtsük ezt a centralizációt, próbáljuk meg egyfajta föderalisztikus államszervezetet létrehozni. Azonban a föderalizmus alatt sem volt egyértelmű, hogy hogyan kéne ezt működtetni, hogy az egyes tartományoknak adjanak-e jogköröket. Ugye 1849-től a magyar koronaországot is picit felszabadták, tehát teljesen külön kormányozták Horvátszlavonországot, teljesen külön kormányozták megint Erdélyt. Tehát a Szerb, Vajdaság és Nemesi Válság néven még egy koronatartományt létrehoztak. Hát az volt a kérdés, hogy a tartományoknak adjanak-e nagyobb jogköröket, vagy esetleg, miután az egyes tartományok vegyesen lakottak, új tartományi határokat rajzoljanak-e a nemzetiségi határok mentén, és úgymond ilyen nemzetiségi
módon federalizálják a birodalmat. Az elsőt, azt értelemszerűen az egyes tartományokban élő nagybirtokos arisztokraták szerették volna, de Magyarországon is az ókonzervatív arisztokraták, Aponyi György, Majláth Ferenc, stb. Szerették, vagy az ő koncepciójuk volt, és egyébként a magyar ókonzervatívok dolgozták ki 1960-ban az októberi diplomát is, ami ezt a tartományi federalizmust próbálta meg. Magyarországon is visszaállították a helytartó tanácsot, illetve pár 1848 előtti jogállamot visszaadták az országnak. Még a nemzetiségi federalizációt értelemszerűen a nemzetiségi politikusok, a vezetők, elsősorban a szlávok szerették volna, ezt végül is sosem próbálták ki, ez egy nagyon veszélyes út lett volna, ezért ezt Bécsben sosem próbálták ki. Ez a tartományi federalizmus sem tetszett egyébként viszont senkinek, mert 1861-ben már sem Magyarországon, sem a többi tartományban nem volt értelme az 1848 előtti állapotokat visszaállítani, tehát mintha kicsit visszafelé forgatták volna az idő kerekét, igazából senki sem elindított ezt ki, és éppen ezért Ferenc József akkor 1861-től újra megpróbálkozott a centralizációval Magyarországon, szintén abszolutisztikus módon, azonban Ausztriában a februári pápa is létrehozott egyfajta törvényhozó testületet, és tehát Magyarországot leszámítva, Ausztriában 1861-től alkotmányos rendszer működött. Éppen ezért mondjuk, amikor most két évvel ezelőtt, hogy a kiegyezésnek az 150 éves évfordulóját ünnepeltük, akkor mi Magyarországon tartottunk megemlékezéseket, stb. Az osztrákoknak meg ez nem volt egy olyan mindenki ünnep, mert ők nem 1867-től ünnepelték a maguk alkotmányosságát, úgymond abszolutizmus nélküli állami létét, hanem 1861-től. Magyarországon ez a bizonytalan helyzet, hogy 1867-ig végül is fennáll, amikor is a dualizmus, a magyar liberális politikai elit, Deák Ferencék, Ötvös József, András Judula, Lónyai Mennyhez, stb. Koncepciója megérdelődött, és ez az 1867-es kiegyezés hozott végül is egy stabil formát a monarchiának, amely ugye ebből a kiegyezés által megteremtett dualista rendszer, ez végül is az első világháború végéig ugye működött. Tehát a útkeresés és a próbálkozások azok végül is a dualizmusba lyukadtak ki. Úgymond mind a magyarok, mind a németek belátták, hogy a birodalom két legnagyobb és legerősebb nemzete, népe szövetségével összetartható a birodalom abban az értelemben, hogy ez el tudja folytani a többi nép, ugye centrifugális törekvéseit. Ugye így néz ki az esemény szár a birodalom részéről, az összbirodalom részéről. Ha konkrétan Magyarországra fókuszálunk, hogy Magyarországon hogy merült fel 1849 után a hogyan tovább kérdés, akkor itt ugye Magyarországon is számot kellett vetni a tényekkel, hogy ugye az emigráns politikusok egyébként mit csinálnak, hát elvonulnak és gondolkoznak, hogy hát mit is kellett volna másképp csinálni, ugye a Kossuthék is a török földön egy számot vetnek azzal, hogy hát mit is rontottak el, vagy hát mit lehetett volna jobban csinálni, és tényleg hát ez egyszerű matematikával kiszámolható, hogy Magyarország önerőből, és akkor hát nem Magyarország, hanem a magyarság, ugye önerőből képtelen volt arra, hogy kivívja a függetlenségét, hogy utaltunk a kedvezőtlen nemzetiségi számarányokra. De azt is figyelembe kellett venni, hogy az ország gazdasági helyzete sem olyan, a lakosság adóképessége nem olyan, hogy két-három éven keresztül egy állandó hadszíntérre el tudjon látni az ország egy többszerzes hadsereget, ki tudjon állítani, és fél világgal harcoljon. Egyszerűen az ország erre nem képes. Rendben van, akkor mit lehet csinálni? Ahhoz, hogy hát, ha egy újrainduló forradalom esetén ugye győzedelmesen lehessen befejezni, ahhoz mit lehet tenni? Hát egyrészt adódik, hogy külföldi szövetségeseket kell keresni. Na most ez az opció nem kecsegtetett túl sok sikerrel, mert 1848-49 során azért a magyar kormányok mindig igyekeztek nem is szövetségeket, de legalább elismertetni magukat, hogy nyugat-európai hatalmakkal.
Ez azonban rendben kudarcot vallott, itt a Batthyánkon és a Szemenek kormány mindig küldött követeket Párizsba, Londonba, Berlinbe, de nem, egyik nyugat-európai ország sem támogatta a magyar függetlenséget, ugyanis nagyon be voltak tolva az oroszoktól, és nekik az volt az érdekük, hogy egy nagy, egységes, erős Ausztria legyen itt a Duna-medencében, mert hogyha felszabdaljuk ezt az Ausztriát, akkor az előbb-utóbb az ausztriai szlávok függetlenségéhez vezet, és ezeket az független szláv államoknak ebben benyelik az oroszok, és akkor itt Európa keleti fele, ez egy nagy orosz tenger lesz, és akkor majd megszerzik a Balkánt is, stb. És akkor ül a dominó. Tehát ezért, ugye tudjuk jól, hogy amikor az orosz beavatkozás is megtörtént 49-ben, akkor az is ugye nyugat-európai hatalmak jóváhagyásával történt. A brit miniszterelnök Palmerston azt mondta, hogy jó, jöjjenek az oroszok, csak végezzenek gyorsan. Ne legyen, hogy annyira ciki azért mégse. Tehát ez a külföldi szövetség ez nem sok jóval kecsegtetett, csak olyan országokkal sikerült ideig óráig szövetséget létesíteni, amelyek maguk is éppen fegyveres harcban álltak a Habsburgokkal. Ilyenek voltak az észak-itáliai államok, vagy például a havasalföldi román lázadás, amely azonban szintén 48-ban ugye elbukott. Igazából a külföldi szövetség helyett ugye nem azt mondom, hogy ezt teljesen elvetették, tehát azért próbálkoztak ezzel, hogy a magyar függetlenség gondolat, tehát így becsempészik az európai átalakulási folyamatokba, hogy mondjuk az olasz egységállam vagy a német egységállam létrejöttéhez, hogy hozzákapcsolják Magyarországot. És ugye 1859-ben, mikor ugye a harmadik Napóleon vereséget mért Ferenc József Észak-Itáliában, akkor Kossuth mindenképpen szerette volna meggyőzni a francia császárt, hogy addig folytassa a háborút, ami Magyarország függetlenség, ugye Magyarországon nem indul lázadás. Azonban tényleg a harmadik Napóleonnak eszeágában sem volt ezt megtenni, csak ugye hidegették Kossuthot. No, hát minek után ez azért nem volt valós opció, maradt az, hogy a belső erőforrásokat lehessen fokozottabban igénybe venni, de mi utaltunk arra, a honvéd seregből olyan 68-ban ezer katona állandó nemzetiségek ellen harcolt, hogyha valahogy a magyarországi nemzetiségieket meg lehetne békíteni, akkor ugye ez az előtöblet ezt az idegen, ez a forradalom kihívás, vagy az a függetlenség kihívására lehetne használni. Ergo, ugye valahogy meg kellene nyerni a magyarországi nemzetiségieket a magyar függetlenségi gondolathoz. És ez idáig egyébként eljutottak az emigrációban is, meg az itthon maradt politikusok is, a Leák Ferencék is, abban már nem igazán értettek egyet, hogy milyen áron is kell ezt megtenni. Tehát, hogy meddig lehet elmenni a nemzetiségieknek adott engedményekben. Illetve hát már ekkor felvetődött, hogy valahogy meg lehetne egyezni egyébként a Habsburg dinasztiával is, de 1950 környékén ez egy olyan elég halovány gondolat volt, nem igazán látszott, hogy Ferenc József fel, hogy lehetne valami modus vivendit tenni. Ugye itt tényleg csak még egy illusztráció arra, hogy ez a térkép egy 1850-es. Bécsben készült térkép, de ugye itt azért Erdély szempontjából, mondjuk itt a Szatmári térségben is, meg itt a Maros völgyében is, a magyar szempontból ez akár kedvezőbb is lehetett volna. És magyar részén is kifejezetten kiábrándító volt az 50-51-es népszámlálásnak az adatai, mert ugye itt látszott, most nem tudom egyszerre visszajöpetni a kettőt, hogy itt a Szatmári térségben is, meg itt ugye Erdélyben is, ugye a magyarok a rovására változnak a nemzetiségi arányok, és az 51-es népszámlálás azt is kimutatta, hogy Erdélyben, tehát 1851-ben a lakosság 58%-a már román volt, tehát Erdély abszolút többségi nemzetisége sajnos, akkor már a románság volt, és ez magyarok számára is egyfajta ilyen kihozanító eredménnyel ért véget. No, tehát akkor marad az, hogy valahogy a nemzetiségeket ugye meg kéne nyerni. Az emigrációban bőven volt Kossuthéknak ideig arra, hogy gondolkozzanak azon, hogy ezt miként lehetne megtenni. Az fontos hangsúlyozni, hogy az emigrációnak az volt az érdeke,
hogy a szintén emigráns szerb és román felkelőkkel, vagy román lászlókkal jóban legyenek, mert könnyen elképzelhető volt, hogy Magyarország függetlenségét úgy lehet majd kivívni, hogy mondjuk Havasalföldön vagy Szerbiában indul egy felkelés a török uralom ellen, és majd ez a felkelés gyűrűzik át ugye Magyarországra. Tehát velük mindenképpen jóba kellett lenni, és velük tárgyalgatta, és a különböző emigrációs tervezetek azok azért arról szólnak, hogy hát milyen engedményeket tegyünk a nemzetiségeknek. De Kossuth mellett az emigráció egy másik neves tagja, Teleki László, aki egyébként Szemele kormány párizsi követe volt, vagy hát igyekezett, azért van a dolga, hogy az kormány érdekeit képviselje Párizsban, csak hát nem nagyon jár sikerrel. Ugye az a Teleki László, aki 1861-ben már Magyarországon lesz, és a 61-es országgyűlés alatt majd öngyilkosságot követ el, de ez majd még mindjárt. Tehát Teleki 1949 tavaszán, ugye Klapka Györggyel együtt tárgyal a szintén Párizsban lévő román emigránsokkal, és hát Teleki azt mondja, hogy 1949-ben nem csak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is, és hogy bele kellene menni az ország föderalisztikus átalakításába, nemzetiségeket teljes mértékben egyenjogosítani kell, és hát ilyen nemzetiségi ilyen alállamokat kellene létrehozni az országon belül. Ugye Bácsescu még ezen is tovább ment volna, hogy felvett a román emigránsok azt javasolták, hogy na én nekem autonóm, meg ezért el kéne törölni a határokat. Ugye a román fejedelemségek, meg Erdély, illetve Magyarország között el is kéne törölni a határokat, és a népszavazással kéne eldönteni egy egyes területek hova tartozását. Ugye ez azért veszélyes, mert látjuk, hogy Erdélyben a lakosság ekkor már 58%-a román volt, tehát egy népszavazás nem valószínű, hogy magyar szempontból jósult volna el. De mégis Teleki és Klapka egyébként támogatták ezeket az elképzeléseket. Velük szemben állt Andrássy Gyula, aki akkor ugye szintén emigráns politikus volt, távollétében ugye halálra ítélték, itt jelképesen föl is akasztották Bécsben, és akkor még az emigráció tagja volt, de Andrássy nem igazán szimpatizált ezzel a nagyon engedékeny irányjal, és azt mondta, hogy hát amit a nemzetiségeknek meg lehetne engedni, de azt is csak talán, az a 49-es nemzetiségi törvényben foglalt dolgok, illetve hogyha ez nem elég nekik, akkor hát ezen túl van az ágyú. Tehát, hogy akkor a kezem ágyúval lehetne beszélni. Ugye a Kossuth a belső federalizációt azt elvedi, mert azt mondja, hogy azért az ausztriai átoknál is rettenetesen benne az ország számára, és inkább úgy gondolja, hogy az lenne a megoldás, hogy ezek a szomszéd népek, a szerb fejedelemségben a románok csatlakoznának Magyarországhoz, és egyfajta ilyen birodalmat alakítanának, amelyben azért nyilván a magyaroké lenne a vezető szerep. De 1851-ben a törökországi kislábosban, ahol ugye az emigrációs időszakot ekkor töltötte, Kütaljában kidolgozott egy alkotmánytervet, amelynek az újítása alapvetően a személyi autonómia volt. Tehát azt mondta Kossuth, hogy valóban föderális alapon ne szervezzük át az országot, de ettől függetlenül lehetne nemzetiségi jogokat adni, csak nem kollektíven egyes nemzeteknek, hanem személy szerint. Tehát úgy képzelte ezt el, mint mondjuk olyan, hogy az egyházak egymásra. Tehát területileg mondjuk ugye az egyházak ugye lefedik egymást. Tehát nincs, hogy mit tudom, a tiszái csak katolikus egyház legyen, van a Tiszától túl, meg már csak református. Tehát nincs ilyen, hanem ezek így lefedik egymást, és ettől még létezik katolikus közösség, létezik református közösség, az egyes emberek személy szerint gyakorolják, úgymond a katolikusságokat, meg a reformátusságokat, de nem területhez kötődik, hogy ergo lehetnének úgy szerbek, meg románok, hogy személy szerint adnának nekik ugye valamilyen jogot, egy nyelvhasználathoz, sőt, most nem tudom, ezt gyakorlatban vagy készítette volna, lehet volna, mint egy román, igaz, szolgálatban nem tudom, tehát, de hogy ez valahogy így, hogy így akart elkerülni Kossuth azt, hogy területileg fel kelljen szabdalni az országot. Most itt azért ugrunk pár évet, mondtam, hogy 59-ben Ausztria meggyengül, októberi diploma, februári pátens, igazából az a lényeg, hogy 1861-ben a Magyarország gyűlés is összehívja Ferenc József,
Gyülekezetet, meg egyébként a Birodalom többi tartománygyűlését is. Itt a Magyar Országgyűlésen az itthon maradt politikusok is igyekeznek két vasat tartani a tűzben. Egyrészt 61-ben szintén a szlovákok Turóc-Szentmártonban, a szerve pedig Karbocár nemzetiségi gyűlést tartanak, amelynek az a konklúziója, hogy hát ők területi autonómiát szeretnének. Még a Magyar Országgyűlés sem azon zajlik a vita, hogy határozatban vagy feliratban utasítsák el októberi diplomát vagy februári pártest, amely azért nem, tehát ez most egy jogászkodásnak hangzik, de nem feltétlenül az. Ugye a határozati pártot vezette az a Teleki László, amiről előbb beszéltem, akkor már Teleki Lászlót az osztrák rendőrök Dresdában elfogták, aztán hazahozták, Ferenc József megkegyelmezett neki, és 61-es országgyűlésen ő vezette a határozati pártot. Tehát ők úgy gondolták, hogy tehát az egyértelmű volt, hogy az októberi diplomára, meg a februári pártesre Magyarországnak nemet kell mondani, hogy nem tagozódjuk be a birodalomban. Az volt a kérdés, hogy hogyan? Ugye az uralkodó és az országgyűlés hagyományos kommunikációs formája az a leírat, felirat. A király akarod az országgyűléstől, akkor küld egy leíratot. Az országgyűlés pedig erre feliratban válaszol. Na most Ferenc József, de jure, nem magyar király, nem volt megkoronázva. Tehát 1848. december 2-án Olmützben ott egy ilyen, tulajdonképpen ugye az egyik Habsburg a másiknak átadta a hatalmat. A magyar jogfelfogás szerint 5. Ferdinánd volt hivatalosan a király, hogyha mondjuk az erbeszerint romfosztást nem is számítjuk, ugye akkor is 5. Ferdinánd volna kérdezett. Ferenc József de jure nem király. Na most, ha az országgyűlés feliratban válaszol neki, azzal azért mégiscsak valamilyen módon de facto elismerné, hogy mégiscsak ő a király. Mert az országgyűlés feliratot, az csak a királynak fogalmaz meg. Minden más jogi személy felé, tehát egy külország, vagy akármilyen más jogi személy felé, az országgyűlés határozatot hoz. Ha határozatban utasítjuk el februári pápást, akkor az azt jelenti, hogy franci, veled nem tárgyam, te nem vagy magyar király, kész. A feliratban akkor ugyanúgy elutasítjuk, de nem, tehát azért ez mégis egyfajta békülékenyebb gesztus. De Deák Ferenc a felirati párt vezéreként nyilván emellett. Tehát ez volt az országgyűlésen a fő vita. Teleki határozati párt volt egyébként többségben, és a vezére Teleki László volt, viszont a döntő szavazás éjszakán ugye Teleki legbizalmasabb hívei ugye közölték vele, hogy mégsem menjünk meglépni ezt a határozatban, utasítsuk el a történetet, és hogy hát Tisza Kálmán, meg Telekinek a testvérei is közölték vele, hogy úgy fogják menedzselni a dolgot, hogy a felirati párt győzön, és ugye Teleki ezzel a morális helyzettel nem hozzá tudott mit kezdeni, és ugye főbelőtte magát, nem az utolsó Teleki gróf a magyar történelemben, aki végül is ezt az utat választja. Tehát ez volt az országgyűlés fő eseménysora. De emellett látszott az is, hogy oké, hogy Ausztriával próbálunk most itt államjogilag, hogy határozat felirat mi legyen, de azért a nemzetiségekkel is próbáltak valamiféle módusz vivendire jutni itt az országgyűlés alatt, csak nem sikerült. Szóval a nemzetiségek, mint mondtam, területi autonómiát szerettek volna, a magyarok viszont ezt akarták a legkevésbé megadni, és az országgyűlésen hoztak egy bizottságot, amelyet a nemzetiségi törvény előkészítésével bíztak meg, ebben egyébként nemzetiségi képviselők is voltak. A törvény preambulumában egyébként szintén kifejtették volna ugye a magyar politikai nemzet fogalmát, miszerint Magyarországon csak egyetlen nemzet létezik, az egységes, oszlatlan magyar nemzet, melynek mindenki egyenjogú tagja, bármilyen nyelvet beszéljen is. Az ország politikai egységének korlátain belül lehet csak a különböző nemzetiségeknek nemzetiségi jogaikat gyakorolni, amilyen gyakorlatilag igazából csak a nyelvhasználatra vonatkoznak. Na tehát, itt megint történet próbálkozás a nemzetiségekkel való megegyezésre, de nem sikerült. Ha még két évet ugrunk, akkor tehát a 60-as évek első felét
igazából a leszbiségi kérdés szempontjából az országgyűlés után az a Dunai Konfederációs terv uralta, ez volt a fő vita téma. Ugye ezt a Kossuth tervezetének tudjuk be, de fontos hangsúlyozni, hogy ez nem előzmény nélküli. Azért ez a konfederációs gondolatok, miszerint a magyaroknak, vagy a szerbekkel, románokkal egyfajta ilyen laza államszövetségi, mondjuk birodalmat, vagy ők fogalmaztak, a konfederációt kellene alkotni. Ez azért nem új keleti gondolat, a Batthyány kormány is gondolkodott már valami ilyesmiben 1848-ban, és egy többször is fölmerült ez. Hogy konkrétan 1862-ben Kossuth miért fogalmazza meg ezt a konfederációs tervezetet, annak az az oka, hogy Balkánon megint benne van a levegőben egy szerbben vagy savasalföldön indulandó lázadás török uralom ellen, és kell egy forgatókönyv a magyarok részéről is, hogy legyen egy terv, hogy mit kellene csinálni, ha tényleg a Balkánon megindulnának az átalakulási folyamatok. Kossuth egyébként Klapka Györgyel és Pulszky Ferenc más emigráns politikusokkal is egyeztet, aztán ezt a tervezetet elküldte Helfi Ignácnak, a milánói Alleanza lap egyik szerkesztőjének, hogy hát népszerűsítse az eszmét. Helfi pedig úgy gondolta, hogy annak az a legegyszerűbb népszerűsítő forma, ha egy az egyben kottára szóval leközli a lapba. És így is lett, a 62. május 18. újságban jelenik ez meg, tervezett május 18-án. Most Kossuth ezen azért eléggé belágott, mert hát azért nem egészen erre gondolt, hogy így egyből leközöljék a lapok. És hát Helfi mondta, hogy hát azt mondta, hogy népszerűsítse, hát most milyennek a legjobb módja, itt már mindenki tud róla. Na most, tehát fontos tudni, tehát ezt azért mondtam el így, hogy ez nem egy ilyen fiókban lévő és sutyiban megtárgyalt valami tervezet, hanem ezt nyilvánosságra hozta Kossuth, megjelent egy újságban a Kossuth aláírásával, innentől kezdve ugye már nem lehetett ezt visszaszívni, mert csak is tisztában volt azzal, hogy ezt azért még nem álltott volna csiszolgatni ezt a tervezetet. Éppen ezért majd júniusban többféle magyarázatot ad még ki a konfederáció mellé. Most az a lényegi kérdés, hogy az a lényegi gondolat, hogy a Duna menti népek hamar nyeláznak a Habsburgok igát, meg a szerbek, a románok és a török igyát, akkor így egyesülniük kéne, ugye Magyarországnak, Romániának és Szerbiának mindenképpen. Ugye Erdély meg Horvátországot azért írtam zárójelbe, mert Kossuth azt mondta, hogy Erdély az úgy saját maga döntse el, hogy Magyarország részeként kíván ebbe a konfederációba tartozni, vagy önállóan, és Horvátország is döntse el, hogy akkor Magyarország részeként akar-e ide tartozni, vagy önállóan. Na most tudom, hogy diára nem jó ilyen sok tüveget kitenni, de fontos látni, hogy a szövetségnek a gondolatmenete az... Tehát igazából nem is lehet sokszor érteni, hogy Kossuth egyébként, hogy gondolta ezt. Maga ez a tervezet lesz az, ami végül is egy nagyon nagy lökést ad a magyarországi politikusoknak arra, hogy inkább a Habsburgokkal egyezzünk meg, és Kossuth tekinti egy hatalmas csorbát el. Ugye azzal a felütéssel kezdi Kossuth, hogy tehát nagyon sajátságosak itt a viszonylag a Duna-medencében, hogy a Kárpátok és a Duna és az Adriai tenger közt feküsznek, nagyon megnehezítvén egy egységes állam kialakulását, kívánatos, hogy az e tájakon elterülő régi történeti államok egymással szövetségre lépjenek, vagy egy Dunai szövetségnek lehetne nevezni. Ugye lehető legszélesebb autonómiát akarja adni az egyes tagállamoknak, tehát hogy minden községnek és tartománynak bő szabadság engedtetnék, a szövetség összes lakói attalájtalanul fejlődhetnének, és minden egyes nép elfoglalhatná az emberiség nagy családjában 50 illető helyét. De az új közszolgálat alapja a Dunai tartományokon, hogy az lenne, hogy erről minden egyes népig így népszavazással dönteni el, hogy akar-e ehhez a szövetséghez csatlakozni. Ugye azt mondja, hogy így például Erdély lakói általános szavazattal fogják eldönteni, hogy hazájuk el legyen Magyarországgal, vagy legyen politikailag egyesülve Magyarországgal, vagy csak közigazgatásilag,
igazából döntsék el, hogy népszavazással, hogy Erdély hogy legyen. És ezt direkt alá is húztam, hogy azt mondja a Kossuth, hogy a jó egyetértés a magyarok és románok közt, ami az én legfőbb vágyam, jólétet és szabadságot biztosítanom mindkét népnek. Remélem is, hogy el fogjuk érni a nagy célt. Az ég nevére kérem a magyar, szláv és román testvéreket, borítsanak fátyolt a múltra, és nyújtsanak egymásnak kezet. Ha a magyarok, délszlávok és románok a főnemű tervet fölkarolják, elsőrendű, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió lakossal, mely sokat fog nyomni Európa mérlegében. No most ez úgy papíron, meg úgy Milánóból, meg Torinóból, úgy nem is, azt nem tudom mondom, hogy minden logikát nélkülöző tervnek tűnik, de hát ugye 62-ben járunk, 14-13 évvel az erdélyi incidensek után, amikor tényleg hát most 20. századi értelemben is használható az, hogy kölcsönös etnikai tisztogatások voltak ott a magyarok a románok között, ezért ilyen, tehát Kossuth is érezte, hogy azért Magyarországon ezt a legjobb jobban románokkal dolgokat, ezt nem biztos, hogy szeretni fogják, és majd ezért is lesz az, hogy magyarázatokat fog hozzáfűzni, meg hát Kossuth előtt is ismert volt az a statisztikai adat, hogy Erdély lakosságának minimum 58%-a román. Tehát az, hogy ez a népszavazás, hogy akkor Erdélyen mi legyen, ez nem lehet kérdéses igazán ennek a kimenetele. Tehát, hogy ezzel igazából most úgy beleegyezne abba, hogy Erdély akár államjogilag külön váljon Magyarországtól. Na, de ez még nem minden. Ugyanis azért voltak itt olyan a 19. század közepén a technikai szempontból elég nehezen megoldható javaslatok is, hogy jó, persze lenne egy ilyen szövetségi törvényhozás, meg lenne egy szövetségi kormány is, és Kossuth úgy gondolja, hogy minden országnak azért legyen a sajátom államfője. Azt, hogy Magyarországnak legyen az államformája, azt, hogy nyitva hagyta, de azt tanácsolta volna, hogy valamilyen nyugat-európai dinasztiából legyen egy új király. És hogy tehát minden évben a nagy szövetség államfője az úgy egy ilyen soros elnökséggel működne, hogy minden évben valamelyik tagállam államfője lenne az egész konfederációnak az államfője, és minden évben az lenne a főváros, amelyik ugye államfő éppen a főállamfő, tehát így vándorolna a főváros, ami hát azért a 21. századi technikai körülmények között is elég nehezen menedzselt, hogy minden évben másolva egy főváros. 19. században ezt még nehezen lett volna megoldani. De az igazi szépség az ebben a tervezetben, hogy Kossuth azt mondja, hogy ebben a Dunai Szövetségben is lennének közös ügyek. És mit lennének ezek a közös ügyek? Szóval, hogy ez a tervezet első pontjában van, közösen érdeklő ügyek lennének a szövetségi terület oltalma, a külpolitika, a külképviselet, az egész kereskedelmi rendszer, odaértve a kereskedelmi törvényhozás, a vámokat, a főközlekedési vonalak, és értelemszerűen a pénz és az érték és mértékrendszer. Második pont, hogy mindent, ami a szárazföldi és tengeri haderőre, a vállalatra és a hadikikötőre vonatkozik, a szövetségi hatóság, tehát a közös törvényhozás fognák szabályozni. Harmadik pont, a szövetség egyes államainak külúdvaroknál nem volnának külön képviselői, a szövetségi diplomácia egy és közös lesz. Tehát itt arról van szó, hogy szövetségben a hadügy, meg a külügy, meg a gazdasági ügyek, azok közösek lennének. Tehát a Kossuth féle tervezetben pont ugyanazok lettek volna a közös ügyek, amelyek majd az osztrákok a monarchiában is a közös ügyek voltak, csak ott ugye a magyaroknak az osztrákokkal kellett évről évre megegyezni ezekben a kérdésekben. Ebben a konfederációban, meg ugye a románokkal, szerbekkel, szlovákokkal, horvátokkal kellett volna évről évre zűrőre jutni, hogy mi legyen a közös ügyekkel. Illetve hát az is egy nagyon nagy seb ezen a tervezeten, teljesen egyértelmű, hogy ebben a nagy állam valamiben a magyarok aránya, hát a jó indulatú becslés szerint is a 20-25% lett volna, tehát semmi sem garantálta volna azt a fajta biztonságot ebben a konfederációban, hogy a többi nép egymással szövetkezve Magyarország lovására intézze ezeket a közös ügyeket a hadsereggel vagy a külpolitikával kapcsolatban. Tehát elég szerencsétlen tervezet volt, és ennek megfelelően a fogadtatása, hát finoman szólva is erősen ellenséges, és Kossuth egyből is el kell magyarázatokat kiadni, hogy hát
Hát ő nem úgy gondolta, meg hogy úgy gondolta, hogy Erdélyben a népszavazás az kétharmados legyen, meg hát így. De ez már az egy kicsit ilyen eső után köpönyeg, és úgy magyarázzuk a bizonyítványt, tehát nem... Maga Kossuth környezetében is voltak ennek ellenzői, a szerb származású Vukovics Sebő, aki 1849-ben egyébként tehát forradalom pártján állt, és a Szemenek Kormány igazságügyi minisztere volt, azt mondta Kossuthnak, hogy akkor most jó lenne egy-két hónapra így elvonulni egy tengerparti házba, és akkor most nem nyilatkozni, vagy hogy ez a modern értelemben egy sajtócsend, tehát hogy akkor most eltűz, és a természetet így jó lenne visszavonni, de Kossuth azzal érvelt, hogy nem, ezt most már nem lehet visszacsinálni, akkor végig kell ezt vinni, mert kell valamilyen tervet, valamilyen program mindenképpen kell, és Kossuth beleállt, akkor legyen ez a konfederáció. De a szintén emigrációban élő Szemere Bertalan ezt egy szellemi szörnyetegnek nevezte ezt a tervezetet, mert ugye a Kossuth magyarországi híveit pedig egyenesen sokkolta, hogy hát és tényleg a kormányzó úr ezt tudta úgy kitalálni. És ugye ekkor 62 tavaszán, nyarán írja Podmaniszki Frigyes, ugye a későbbi a pesti híres városfejlesztő, ugye ekkor a határozati párti politikus, hogy hát ha már a magyar nem állhat meg egy magában, hogy csak inkább megyek Bécsbe a németek, mint Belgrádba a rácok közé. Ugye ez az a Podmaniszki Frigyes írja, aki 49-ben, ő huszárhadnagyként harcolt a szabadságharcban, világos mellé letette a fegyvert, aztán kényszer sorozták az osztrák hadseregbe, így nyári felszerelésen elküldték Tirolba, ahol télen majdnem megfagyott, tehát tényleg ilyen fagyási sérülései voltak, úgy vergődött haza. Tehát nem lehet azt mondani, hogy különösenben kedvelte volna Ausztriát, meg ugye a Ferenc Józsefet, de nyilván ő is úgy gondolta, és azt mutatja a történelem is, az elmúlt több száz év alatt, nyilván a magyarság és azért a osztrák-németek, meg a német kultúrkör közötti kulturális, politikai, családi, gazdasági kapcsolatok sokkal erősebbek voltak, mint mondjuk a szerbekkel, a románokkal lévő. De pontban, hogy ne csak Podmaniszkit idézzem, a dualista korszak egyik jeles publicistája, Kecskemét Aurélt, Kárpáti Lajos ADN, a Pesti Naplóban is azt cikkezte, hogy vegyük már számba, hogy Ausztriával és uralkodó házával való kivégülésünk ára nem olyan nagy, mint amelyet a nemzetiségek követelnek, és ügyetlen forradalmáraink megadni készek lennének. Na tehát itt igazából ez a tervezet, ez egy jelentős lökést adott ahhoz, hogy a magyar politikai elit végül is a kiegyezés irányába mozduljon el, és akkor mindig inkább Ferenc József fel, Ausztriával egyezünk ki, feladva azt, hogy tényleg külügyekben és hadseregben nem leszünk teljesen önállóak. Ugye itt ez egy sokkal realistább álláspont volt, de hát azt mondta, hogy az a politika, amely csak esetőségeket vesz figyelembe, és csak azokra akar építeni, nemes olyan esetőségeken, amelyek nem is biztos, hogy megvalósulnak, ez nem igazán célszerű politika. Ugye tehát így lyukadunk ki ahhoz, amit az előadás elején kezdtem, hogy megszületik a kiegyezés, és maga a kiegyezés az azért a magyar politikai, magyarságnak egy erőtöbletet jelent, mert a nemzetiségek mögül már kiesik Ausztria, tehát úgymond támasz nélkül maradnak, és a magyarságnak azért innentől kezdve mégiscsak lehetősége van, hogy a Magyarországon belüli nemzetiségi politikát saját maga szájjelite szerint próbálja megrendelni. Na most ez ne úgy értsük, hogy itt valamiféle bármilyen elnyomó rendszert volna, mivel ugye az országot vállalják, de attól függetlenül azt a már régen elveszedett magyar nemzetfogalmat, mégis az 1868. évi nemzetiségi törvényben is kifejtették. Ugye ez a törvény valójában egy nyelvtörvény volt, amely nem, tehát Európában kivételes módon széles jogokat biztosított nemzetiségek számára nyelvhatalmat tekintetben, de amit ők meg inkább szerettek volna, hogy kollektív nemzetiségi jogokat kapjanak, vagy területi autonómiát, ezt elvetette, és ha ennek a törvénynek a preambulumában is, maga Deák Ferenc szövegezte meg ugye az egységes magyar politikai nemzet fogalmát, amelyeket ugye az a lényegünkben többször említettünk, hogy egy politikai nemzet van, a magyar, ahol minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozik is, egyenjogú tagja. Tehát nem azonos a nemzet, vagy a nemzetiség.
Ez az egyik része a dolognak. Másik, hogy az utolsó gondolatom, hogy szintén lehetővé tette a kiegyezés azt, hogy Magyarország és Erdély Unióját 1948 után újra életbe léptessék. Ugyanis, mint említettem, Erdélyben 58%-ot tettek ki a románok, amennyiben nem hozzák alá tető alá minél előbb az Uniót, hogy a magyar szempont, az erdélyi magyarság szempontjából elsősorban nagyon nagy veszélyeket rejtett magában. Viszont ha Erdély egy Magyarországgal, akkor ez az erdélyi román többség figyelme már semmit nem jelent, mert a nagy közösben, ugye az egész nagy közösben olyan 15-20% közötti a románság aránya, ugye az egész nagy Magyarországban, ez Erdély. És ugye ezt bár azért nagyon korán lehetett, ezt a célt maga Andrássy fogalmazta meg, 67 után a magyar miniszterelnök, akkor 63-ban a szebeni erdélyi országgyűlésen jár, ahol a románok voltak többségben, és már akkor elhatározta, hogy Tisza Kálmánnak egy vendéglőből néztük azt a sereg, frakkos, fehérrekkendős olár, akik a gyűlésre mentek, és mondtuk a hatalom a kezünkbe jut, első dolgunk lehet az Uniót keresztül vinni. Most azáltal, hogy valóban a magyarság intézhette az országon belül a nemzetiségi politikát, azért nem is olyan gyorsan, mint amennyire azt szerették volna, de azért mégiscsak ahhoz eredményezett, azt eredményezte, hogy az országon belül a magyarság aránya azért folyamatosan növekedett, és az utolsó népszámlálás 1910-re a Horvátország nélküli értendő szűkenet Magyarországon legalább az abszolút többséget sikerült elérni a népszámlálás szerint. És egyébként ugye pont a románok és a szerb-horvátok aránya nem igazán csökkent, de a lakosság egészét nézve, például látjuk, hogy a szlovákok és a németek körében elég jelentős asszimilációról beszélhetünk. Azonban itt pont, sajnos pont Erdély kapcsán, amíg 1880-ban azért visszadag jelentős magyar foltok láthatók, hát hogy ez a Székelyföldet összekötő hídnak azért még megvannak az egyes pontja, hogy 1910-re ezek még inkább felszívódnak, és hát valóban tehát azért tehát értek el ezzel a nemzetiségi politikában eredményeket, de pont a szerb és a román nemzet ellen nem igazán volt ez sikeres, amelyben az játszik szerepet, hogy a románok és a szerbek, a nemzeti egyházuk és az anyaországuk, tehát akkor már létezett Szerbia és Románia által jelentősen pénzelt és támogatott, de a nemzeti mozgalmat de nem igazán sikerült megtörni. No, hát igazából ez lett volna a gondolat, amit én elmondani szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm a kitartó türelmet. Bízom benne, hogy azért a nagy makrosíkú gondolat, mert azért az kirajzolódott.